Az exobolygó kifejezést a naprendszerünkön kívüli bolygókra használják. 2019. augusztus 1-jei adatok szerint eddig 4031 ilyen távoli világot fedezett fel az emberiség. Science fiction könyvekben, mozikban és játékokban egyaránt láthatunk barátságtalan felszínű és teljes mértékben élettelen bolygókat, a valóság pedig sokszor még ezeken is túltesz. Lávatengerek, jégmezők, mérgező atmoszférák és még sok egyéb érdekesség adja a legellenségesebb exobolygók felszínét. Sziasztok! Donát vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek az univerzum ezidáig felfedezett 10 leghalálosabb bolygóját. ...2009-ben került felfedezésre a Korot 7BL nevezésű bolygó. Az egyszarvú csillagképben található másfél földméretű Korot sajátossága, hogy csak 60-adannyi távolságra van a csillagától, mint mi vagyunk a naptól. Alig több mint 20 óra alatt kerüli meg azt, miközben a bolygó egyik fele folyamatosan a csillag felé néz. Az elképesztő közelségnek és a folyamatos feléfordulásnak hála, a bolygó fényes oldala egy valódi pokol. 2000 fokos hőmérsékletével még a sziklák is megolvadnak rajta, és nagyrészt láva borítja. Ezzel szemben a sötét oldalán akár mínusz 200 Celsius fok is lehet. A forróságban megolvadó kőzetek egy része a légkörbe is eljut, ahol aztán a hidegebb frontra érve kondenzálódnak. Az így létrejövő felhőkből aztán eső helyett kavicsok és kisebb sziklák záporoznak a felszínre. A bolygó sziklás felszínét látva először úgy gondolták a csillagászok, hogy földszerű bolygót találtak, de hamar elillant minden kétely. A Korot 7b teljesen alkalmatlan bármiféle élet fenntartására. A Gliese 436 nevű vörös törpe körül kering a Neptunusz méretű Gliese 436b nevű bolygó. Felszíni hőmérséklete 440 Celsius fok körül mozog, ami önmagában is lehetetlenné tenni a rajta való életet, de emellett van egy nagyon különleges tulajdonsága is. Magas hőmérséklete ellenére a bolygó teljes egészében jég borítja. A bolygón található víznek bőven annak forráspontja fölött gőzként kellene jelen lenni, mégis egy forró jégnek elnevezett jelenség alakult ki. A magas nyomás és extrém gravitációs körülmények miatt a jég egy teljesen másfajta szerkezetbe rendeződik, mint a Földön. Ez a bizonyos hetes típusú jég sűrűbb és kristályosabb. Képes szilárd formában megmaradni a perzselő hőmérsékleten is, így egy nagyon különös és számunkra teljesen ismeretlen felszínt alkotva. 63 fényévnyire egy Jupiter méretű, viszont kék, földre hasonlító bolygót fedeztek fel még 2005-ben. Hamar kiderült azonban, hogy a barátságos külsejű és semmitmondó nevű HD 189733b rendkívül extrém és halálos felszínnel rendelkezik. A kéksége nem óceánok tükröződéséből ered, hanem a szilikátokban gazdag atmoszféra és felhők okozzák. Ezekből eső helyett gyakorlatilag apró üvegdarabok hullanak, ami alapból sem ideális, és akkor még ehhez jön a folyamatos szél. Az általunk ismert hurrikánok vagy tornádók 400-500 km/órás szélerősséget érnek el maximum. A HD légmozgásaihoz ezt hasonlítani sem lehet. A hangsebesség 7-szeresével fújó szelek másodpercenként 2 km tesznek meg a bolygó felszínén. A több mint 8500 km/órás szélben az üvegeső nem csak teljesen oldalasan esik, de a hangsebesség többszörösét is elérhetik az apró szilánkok. Ha lesz is lehetőségünk egy nap bolygók közötti utazásra, biztos, hogy nem ide fogunk az elsők közt ellátogatni. Az Ogle TR56b egy Jupiter méretű bolygó a nyilas csillagképben. 50-szer közelebb kering csillagához, mint mi a naphoz, és 29 óra alatt kerüli meg azt. Hasonlóan a Korot 7b-hez, ez itt is elképesztő hőmérsékletet jelent. 1700 fokos felszíne viszont nem csak a forróság miatt számít extrémnek, hanem az ott hulló eső miatt is. A Korot sziklaesője és a HD üvegesője után itt olvadt vas hullik az égből. Régen a Jupiterhez hasonló gázorjás volt, de hogy egyre közelebb került csillagához, elvesztette a gázokkal teli külső rétegét, annak gravitációs vonzása miatt. A megmaradt felszínen viszont olyan meleg van, hogy a vas nem csak megolvad, hanem párolog is. Felhők alakulhatnak ki belőle, amik aztán olvadt vasesőt zúdítanak a bolygóra. A Proxima b, a Proxima Centauri nevű vörös törpe körül keringő bolygó 4,2 fényévnyire. A Proxima napunk csillagszomszédja és az egyik legközelebbi idegen bolygó a naprendszerünkön kívül. Közelsége miatt már nagyon korán, 1915-ben felfedezték.
A Proxima B pont abban a zónában van, ahol a jelenlegi csillagászati modelljeink alapján elképzelhető az élet kialakulása. Sokáig úgy is hitték, talán bukkanhatnak élet nyomaira a bolygón, de 2017-ben végleg elszállt ez a lehetőség. A vörös törpék a maguk módján nagyon instabil csillagok. Sokkal erőteljesebbek a napkitörések, mint amiket a mi napunk és Földünk valaha átélt. 2 évvel ezelőtt egy akkora kitörés érte el a Proxima B-t, ami a Földet érő sugárzás 4000-szeresével szórta meg a bolygót. Ha volt is valami életben ott, akkor az szinte biztosan elpusztult a kitörésben. Nincs olyan ismert vagy elképzelt életforma, ami képes lenne ilyen mértékű sugárzást túlélni, és a vörös törpéből érkező extrém méretű kitörések egész gyakran felperzselik a bolygót. Ha nem is elég erősek a teljes atmoszféra elsöpréséhez, a sugárzástól minket is védő ózonréteget szinte azonnal elpusztítják. Az 55 Cancri E, avagy Jensen névre keresztelt bolygó több szempontból is különleges. A Földnél közel 8-szor nehezebb bolygó tömegének 1/3-át szén adja. A Jensen is kötött tengelyforgású bolygó, azaz egyik oldala mindig a csillaga felé néz, a másik pedig sosem kap fényt. Rövid pályája és közelsége miatt a sötét oldalon is 1370 fokos átlaghőmérsékletet mértek, míg a napos oldalon a 2300 fok is normális. A hatalmas nyomás és hőmérséklet hatására a bolygót és annak légkörét alkotó szén hatalmas mennyiségben gyémánttá alakult. Ennyi gyémánt értéke körülbelül 27 kvintillion dollár, ami a világ összes pénzének is trilliószorosa. A gyémánt bolygón felfedeztek a csillagászok egy globális lávatengert, illetve vizet is, ami egy szuperkritikus állapotban van, folyadék és gázhalmaz állapot között. Mintha mindez nem lenne egy elég élettelen és extrém környezet, felfedezték, hogy a bolygó felszíne alól hidrogéncianid is tör a felszínre. Ez volt az alapanyaga például a holokausztban is felhasznált ciklon B méregnek, ami jól mutatja, mennyire halálos. Az Ogle 2005 BLG 390 LB roppant hosszú névvel a tejútrendszer közepe felé megnyerte a leghidegebb ismert bolygó címét. Mínusz 223 Celsius fokon még a bolygó légköre is ráfagyott vélhetően köves felszínére. Alig 50 fokkal van a fizika törvényei szerinti abszolút nulla fölött. Összehasonlításképp a Földön valaha mért legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 97 fok volt az Antarktisz egy pontján. Az extrém hidegben a bolygó nem képes légkört fenntartani, mert még a legtöbb gáz is keményre fagy. A csillagászok gyakran Hothként emlegetik, ezzel a Star Wars filmek jégbolygójához hasonlítva, csak persze az Ogle sokkal hidegebb. A bolygó egyébként nincs kimondottan messze a csillagától, valahol a Mars és a Jupiter közé kerülne a mi naprendszerünkben, csak hogy egy vörös törpe körül kering, ami jóval kevesebb energiát ad neki. A leghidegebb után jöjjön a legforróbb ismert bolygó. Ahogy eddig láthattuk, egy bolygó hőmérsékletét a csillagához való közelsége és annak ereje határozza meg. Napunk felszíni hőmérséklete körülbelül 5500 Celsius fok, hozzá a legközelebbi bolygónk a Merkur pedig 430 fokos a felszínén. Ezzel szemben a 2,5-szer nagyobb tömegű Kelt 9-es csillag nagyjából 10000 fokon ég. A hozzá legközelebb eső bolygó, a Kelt 9b, sokkal közelebb van, mint a Merkur a naphoz, és ennek eredményeképp majdnem 4000 fok van a felszínén. Ez forróbb, mint sok csillag a galaxisban. A bolygó egy a Jupiterhez hasonló gázorjás, légköre pedig tele van vassal és titánnal. Az elképzelhetetlen hőmérsékletben atomok közti kötések sem tudnak létrejönni, és a kialakulásakor még jelenlévő molekulák is atomjaikra szakadnak szét. Naprendszerünktől 750 fényévre kering a TRESS 2b nevű gázorjás a sárkány csillagképben. Ez a legsötétebb ismert bolygó, amit eddig felfedeztek. A ráérkező fény kevesebb, mint 1%-át veri vissza. Szabad szemmel összehasonlítva sötétebb lenne, mint egy darab fekete szén vagy fekete akrilfesték. Ez is nagyon közel kering a csillagához, így felszíni hőmérséklete majdnem 1000 fokos, és egyes pontjain az izzó gázok vörösen fénylenek fel. A TRESS légkörében a hőség miatt gázhalmaz állapotban található titánoxid, nátrium és kálium keveréke nyelel szinte minden a csillagból érkező fényt. A vaksötét bolygó felszínén szó szerint egy centit sem látnánk előre. Az eddig felfedezett több mint 4030 exobolygó közt, bár a legtöbb halálos és veszélyes felszínnel bír, talán nincs olyan, ami ellenségesebbnek bizonyult volna, mint a Vénusz. Legközelebbi szomszédunk a nap irányába, a naprendszerünk második bolygója, számos extrém tulajdonsággal bír. A Vénusz hasonló sűrűségű, tömegű, méretű és összetételű, mint a Föld, de ezzel vége is a hasonlóságoknak. Kén-dioxid felhői üvegházként ejtik csapdába a folyamatos vulkáni aktivitásból származó széndioxidot és hőt.
A Földnél sokkal sűrűbb légkör nagyjából 95%-át széndioxid alkotja, ezzel teljes mértékben belélegezhetetlenné téve azt. A vulkáni aktivitás és a csapdába esett hő miatt a Vénusz felszíne közel 470 fokos, nagy részét láva borítja. Ezt szinte folyamatosan tartani tudja éjjel és nappal is, ezzel melegebb, mint a naphoz jóval közelebbi Merkur. A felhők üvegház hatásán kívül a belőlük lezúduló kénsav eső tovább rontja a helyzetet. Hóesés is kialakulhat, de víz helyett egy bizmutinit nevű kenesfém hullik az égből. Időjárását tovább rontja a 360 km/órás, szinte folyamatos hurrikán erejű szél, ami a légkört mozgatja. Felszínét a napfény is alig éri el a sűrű felhők miatt, így egy sötét, forró láva borított a bolygó, mérgező légkörrel, hurrikánokkal és savas esővel. Mára ennyit a tízes listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy mindig értesülj a legújabb tartalmakról.